Kressz tanfolyam, sikeres kressz vizsga, legalább 30 óra vezetés, sikeres gyakorlati vizsga és sikeres egészségügyi vizsga. Ezek szükségesek ahhoz, hogy valaki B-kategóriás jogosítványt szerezzen. Na és ezek kifizetése, márpedig utóbbi egyre nehezebben teljesíthető feladat a tanulók számára. A jogsi megszerzése ma már alsó hangon 400 ezer forintos kiadással jár, ha pedig a vizsgák csak ismétléssel vagy ismétlésekkel sikerülnek, ez akár a 500 000 forintot is elérheti. Nyíregyházán például 3 évvel ezelőtt még 4-5 ezer forintot kellett egy óra gyakorlati oktatásért fizetni. Ez már a magas üzemanyag és fenntartási költségek miatt átlagosan 8-10 ezer forintra emelkedett. A járművezető képzés költségeit ugye nagyban meghatározza az üzemanyag ár, illetve maga az üzemeltetésnek az ára, a járműüzemeltetésnek az ára, és ugye ennek a költségei az utóbbi egy évben, másfél évben jelentősen megnövekedtek az üzemanyag árat. Nem csak mi járművezető képzéssel foglalkozók, hanem a lakosság is a bőrén érzi. Ugye addig, ameddig volt a hatósági áras üzemanyag, addig viszonylagosan tudtuk tartani az árakat, de ezt követően, amikor megszűntek a hatósági üzemanyag árak, innentől kezdve ugye napi árfolyamon tudunk mi is tankolni, és ez alapvetően meghatározta a járművezető képzés árának az emelkedését is. De sajnálatos módon az áremelkedés nem tudja lekövetni az üzemeltetési költségeknek a növekedését. Éppen ezért a jövőben a képzések színvonala is csökkenhet, tette hozzá az iskolavezető. Az oktatók ugyanis nem tudnak eleget félretenni új autó vásárlására. Bár a költségek az autós iskolák számára okoznak fejtörést, a fiatalok is kétszer meggondolják, ma már belevágjanak-e a tanfolyamba. Az árak emelkedésének hatására ugyanis láthatóan csökkent a jelentkezők száma. Jelenlegi tapasztalat az, hogy a motoros kategóriákban jelentős mértékű a jelentkezéseknek a visszaesése. B kategóriában is van visszaesés, ott azért nem olyan léptékű, mint a személygépkocsinál. Budapesten és az ország nyugati részének városaiban már most 13-15 ezer forintot kérnek el az iskolák egy óra vezetés oktatásért. A várakozások szerint ugyanakkor Nyíregyházán is további emelés várható. A jelenlegi 8-10 ezer forintos gyakorlati óradíj az év későbbi részében szinte biztosan 10 ezer forint felé emelkedik.